Mind már napok óta bennem, de most valóságosan megszólított ez az ige. Nem is tudtam pontosan, hogy hol van megírva a János apostol közönséges első levele, első rész. Ha azt mondjuk, hogy nincsen mi bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Én jártam úgy egy evangélizálás után, hogy akiket elhívtam, visszabeszélgettük, amiket hallottak, és egyik munkatársam volt, és azt mondja, hogy ó, örökké a bűnről beszéltek, azt mondja, bűn, örökké a bűn, vágjátok a fejünkhöz, hogy bűnösök vagyunk, és azt mondja, nincsen is bűnünk, azt mondja az illető. Hát mondtam, úgy elhallgattam, mondtam, te még sötétségben vagy, az a baj. És azt írja egy helyen az ige, hogy vannak, akik nem is akarnak a világosságra menni, hogy ne látszódjon meg az ő bűneik. Nem akarnak. Tehát van egy ilyen dolog, hogy érzik valahol, de tagadják. Nincs bűnünk, kész. Intézve a dolog, és nincs bűnünk. De bizony, akkor Istent hazudtoljuk meg, mert az ige azt mondja, Isten azt mondja, hogy bűnösök vagyunk, mind vétkeztek, egy sincs, egy igaz sincs. És sem én, sem más, csak akik Jézus Krisztus vérében megmosattunk és megtisztítottunk, a bárány vérében, az ő kegyelméből nyerhettünk tiszta életet, új életet, és az ő vére által, ő általa van menetelünk az Atyához. És ez egy olyan csodálatos dolog, hogy amikor Krisztus a kereszten kimondta, hogy elvégeztetett, akkor egy olyan nagy csoda történt, mikor a kárpit ketté hasadt, akkor a Szentek Szentjébe egy szabad bemenetelt nyílt meg mindenki számára, aki meg akar tisztulni, aki oda akar járulni a bűneivel, a nyomorúságával, a megbukott életével, a kudarcokkal, van menetelünk az Atyához. Megnyílt az út, és Jézus ez az út, aki által mehetünk, van menetelünk az Atyához. Nagyon csodálatos, én is megtapasztaltam, és pont ebbe a hajóba belekerültem, amikor éreztem egy kettőséget az életemben, hogy valamit leplezni akarok, és jó embernek tartom magamat, a látszatot megtartom, és talán én is így vélekedtem, hogy hát én nagyon jó vagyok, mint más. Nem mondtam ki, hogy nincs bűnöm, mert tudtam valahol, és úgy neveltek, hogy bűnösök vagyunk, ezt kell tudni, és egy bocsánatot kell kérni az Atyától, az Istentől, mert ellene vétünk, és egymás ellen is vétünk sokszor. És ezt úgy tudtam, de én magamról egy olyan jó képet alkottam, hogy hát én jó vagyok, és úgy magamot szépen elaltattam. Mert belül kezdett egy hang megszólalni, különösen a magányomban, hogy te egy hazug vagy, te kettős életet élsz. Egy olyan mázzal letakarod a dolgokat, a látszat jól néz ki, de alul a mélyen ott van az, aminek ki kellene jönni, és volt úgy, hogy az Úr elé álltam, és azt mondtam, már nagyon nyomtak ezek a bűnök, nem tudtam pontosan mire letárálta a lelkiismeretemet ez a, hogy én egy csaló vagyok, egy hazug vagyok, letárhált engem, és akkor egyszer úgy álltam az Úr elé, hogy Uram, mutasd meg a bűneimet. És volt egy evangélizálás, pont egy húsvét előtti, olyan tavaszi időszakban, és
prédikátor testvér azt kérdezte, én a kardzatban voltam, hogy testvérek, azt mondja, volt-e már ti miattatok öröm a mennybe? Örvendeztek az angyalok a mennyei seregét miattatok a megtéréseteken, a megjavulásotokon? Örültek az angyalok, látták, van bizonyítéka. És akkor megint ott bent a hang megszólalt, és elkezdtem sírni. Itt a karzatban is nagyon elszégyeltem magam. Ez a hang azt mondta, hogy nem örült a mennybe senki még miattad, de most megtérhetsz, megfordulhatsz. És akkor azutántól úgy elhatároztam, és így kezdett valami nagyon-nagyon rávilágítani, hogy kérjem Istent, hogy változtasson ő meg, mert én addig így próbálgattam, de mondom úgy, örökké lemázoltam a dolgokat, és úgy lekendőztem, és jól van ez így nekem. És akkor a hang az nem hagyott többet megnyugodni, és akkor kértem Istent, hogy mutassa meg a bűneimet úgy, ahogy ő lássa, az ő szentségével. És akkor megmutatta a bűneimet. Hát egy hétig mutatta, mint egy filmen. De olyan nyomás alá kerültem minden nap, hogy a bűnnek súlya van. Nem csak, hogy van, súlya van. Annyira lenyomott, minden nap perelte a Jóisten velem, megmutatta, látta régi dolgaimat, mint egy filmen, és este már legyogytam, és úgy kértem bocsánatot sírva Istentől. Egy hétig perelt velem, megmutatta, megláthattam, és akkor egy nap olyan könnyűnek éreztem magam, és akkor mi van? Nem tudtam, össze voltam zavarodva. Most nem nyom, most mi van? És akkor, ahogy az az érzés volt bennem, akkor gondoltam, Isten valamit akar üzenni, és akkor én nyúljak a Bibliámhoz, és akkor kinyitottam a Bibliámat, és azt mondtam, Istenem, ahova az ujjam leteszem, üzenj nekem, és ahova letettem az ujjamat, úgy szólt, hogy leállom, megbocsájtottak néked a te bűneid. Elegyel és többé ne védkezzél. A te hited megtartott téged. És akkor tudtam, hogy miért lettem könnyű. Ilyen egyszerű gondoltam. Hát ilyen kegyelmes, ami Istené, hogy azt a sok-sok nehezet, amit gyötört engem, így eltörölte, és olyan könnyűnek éreztem magam egész nap, hogy az egy csodálatos, mint egy tollú pihe. Olyan volt az egész lelkem, és olyan tisztának éreztem magamat, megtisztítva, megbocsátva a bűneim. Ó, úgy ujjongott a lelkem. Ezt meg kell tapasztalni. Kívánom mindenkinek szívedből. Amen.